Üdvözlöm, Csömeri Zoltán vagyok, az Autodigi tulajdonosa és vezetőmérnöke. Cégünk fő profilja motorvezérlőegységek javítása. A kolléganőmet gyakran felhívják, hogy az autójuk motorvezérlőegység hibás, de nem tudnak hibakódokat diktálni. Opelek esetén mutatok egy trükköt, amivel ingyen, gyorsan és könnyen tudnak hibakódot diagnosztizálni diagnosztikai műszer nélkül. Évjárattól függően különbözőképpen lehet megjeleníteni a hibakódokat, ehhez egy G és egy H Astra S segítségemre. Kezdjük előbb a régebbi generációval. A hibakód kiolvasásához levett gyújtás mellett nyomjuk le teljesen a gázpedált és a fékpedált is, és tartsuk is nyomva. Készítsünk ide papírt és íróeszközt, majd adjuk rá a gyújtást. Figyeljük a kis szervizikon villogását. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Igen, ez volt az egyik hibakód. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Amint láttuk, a 10 villogás nullát jelent. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tehát a két hibakódunk a 1481 és a 0230. Mivel mi egy szerviz vagyunk, így megmutatom, hogy a diagnosztikai műszer is ezt írja. Majd, hogyha befejezte a villogást, akkor az azt jelenti, hogy nincs több hibakód az autóban. Míg a régebbi típusoknál csak a villogókód állt rendelkezésünkre, az újabbaknál már a kilométer-óra LCD kijelzője is segít. Mint az előző típusnál, itt is először le kell nyomni a gáz és fékpedált, és nyomva is kell őket tartani, majd rá kell adni a gyújtást. Kilométer-óra helyén megjelennek a hibakódok, felső sorban az ECN felirat, alatta pedig sorban a hibakódok. Ezek a hibakódok 6 számjegyűek, de nekünk csak az első 4 számjegy feltétlenül szükséges. A 6 darab nulla a hibakód ciklus lezárásának vége, illetve hogyha a vezérlőegységünk hibamentes, akkor csak ez az ECN és 6 darab nulla jelenik meg. H-osztrákra egyébként különösen jellemző a P1120, 21 és 22-es hibakódok, amelyek a gázpedál hibáját jelzik. Itt is megmutatom, hogy ugyanazokat a hibakódokat jelzi a diagnosztikai műszerünk. Amennyiben megvannak a hibakódok, hívja a kolléganőnket, vagy keresse a hibakódot weboldalunkon. Válasszon minket, válassza a minőséget.